Szeretettel köszöntelek kedves mindannyiótokat, főleg a legkisebbeket, és a nagy melegre való tekintettel szokásosnál is rövidebb leszek, de azért engedjétek meg, hogy pár szót a gyerekeknek hadd mondjak. Már csak azért is, mert ezt a történetet az élet írta két nappal ezelőtt, és egy ígével szeretném bevezetni: kiszáradt az öröm az emberek fiai közül. Ugye most, amikor ilyen szárazságos időszakot élünk meg, hát látjuk, hogy milyen borzalmas dolog ez, és hogy micsoda károkat szenved el az egész teremtettség. De van ennél egy rosszabb szárazság, amikor az emberek fiai közül az öröm is kiszárad. Hát ez valami borzalmas dolog lehet. És egy nagyon jó dolog történt velünk csütörtök este, ami egy kicsit úgy ilyen üde örömforrás volt számunkra. Bizonyára tudjátok, hogy tőlünk nem messze egy tanyát vettek testvéreink, és készülnek az esküvőre, és csütörtök este 8 óráig dolgoztunk, és jól elfáradtan egy homokúton mentem hazafelé, és hát mivel hogy két hónapja nincs eső, és iszonyatos szárazság van, ez a földút, tehát a végtelenségig homok. És akkor, hogy megyek ott lendülettel ezen az úton, látom ott előttem egy ilyen furgonszerű autó, tengelyig elásta magát a homokba. És közelebb megyek, és látom, német rendszáma van, egy apuka két kislányával ott kétségbe esve áll az autó mellett, és nem tudnak vele mit kezdeni. És mire oda mentem, és mondta, hogy hát próbált ő segítséget kérni, de hát senki nem állt meg, mert ha valaki megállott azokban a homokban, akkor ő maga is ott megfeneklik. És akkor megálltam, oda mentem hozzájuk, és akkor készülvén a lakodalomra, elláttak engem is egy tányér süteménnyel, hogy vigyem haza a családomnak, és akkor láttam, hogy nagyon el vannak csigázva, és akkor hát viszem a süteményt is nekik, hogy valamit akkor egyenek legalább, nem tudtam, hogy mióta vannak ott, de ezek szerint régóta. És akkor nyújtom a kislánynak a tányér süteményt, gondoltam, hogy vesz majd egy szeletet belőle, és akkor elvette az egész tányért. Jó. És akkor próbálom ott kapirgálni az autó kereke alul a homokot, hogy hát meg tudnánk mozdítani, semmi. Hát fölült teljesen az alja az autónak a homokon. Hívom Imiéket a tanyáról, hogy gyertek már, se próbáljunk meg valamit. Jöttek, rendesek voltak, hoztak szerszámokat, meg deszkadarabokat, minden. Ástuk, húztuk, vontuk, toltuk, sehol. Hát akkor mi legyen? És akkor hát az egyik ismerősöm, a kerekegyházi önkéntes tűzoltó, fölhívom őket. És akkor, hát jó, persze, rendben jövünk. És akkor rengeteg idő eltelt, mi ott addig küszködtünk, és akkor kiderült, hogy hát ők csak így maguktól nem jöhetnek, hanem nekik a központi katasztrófavédelmi hivataltól engedélyt kell kérniük, hogy jöhessenek. Jó, hát kivártuk, és akkor már besötétedett, már olyan félhomály volt, és akkor megjött a tűzoltóautó, és akkor hát volt kosaras társaim az önkéntes tűzoltók, és hát kb. Olyan magasak, mint én, csak 140 kilósak. És akkor képzeljétek el, hogy ott a félhomályba tűzoltós is, a tűzoltókabát, és akkor öt ilyen birodalmi lépegető kiszáll a tűzoltótól. A kislányok meg voltak rémülve. És akkor hát kiderült, hogy jó szándékkal voltak, meg segítőleg, és akkor kihúzták az autót, minden rend, hátrafele kijött az autó, és akkor hát mondom, hogy hát a német úriember nem volt egy jó sofőr, hát teljesen elásta az autóját. Mondom, van itt egy excellent driver, angolul tudtunk beszélni, kiváló sofőr az Imi. Majd ő majd kijön ebből a homokból, és akkor ahogy elindul, vissza ugyanabba a gödörbe. És akkor hát ilyenkor már a lányok is már teljesen kész voltak, meg jöttek már a tanyából további fiatal lányok is, és akkor tehát az a kezdeti tartózkodás és örömtelenség és zárkózottság, amit tapasztaltam az első órában velük, az úgy elszállt. És akkor a végén már ők is csak bele ne ragadjon az Imi a homokba, és akkor jöttek a lányok is, és tolták az autót, és akkor már tűzoltói segítség nélkül ki tudtunk jönni a homokból. Tehát, hogy milyen jó az, hogyha tényleg nem szárad ki az öröm az emberek fiai közül, és hogy ezért mi magunk is tehetünk. Csak pár igei tanács, hogy mindenkor szeret az igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. Tehát mindenkor, minden élethelyzetben, amikor már fáradtak vagyunk, késő van, akkor is.
Aztán, ugye amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek. Ti is a képen cselekedjen, és vissza fogjátok kapni. Ha jót cselekeztek, ha jót vissza fogjátok kapni, és már is mindenki örülhet. Aztán a Szentírás biztosít minket arról, hogy minden jó cselekedet előre el van készítve a számunkra. Csak legyünk irgalmas személyek, mert az irgalmas személyedet megáldatik, és hát ilyen örömteli gyümölcsöket fog szeremni az, hogyha tényleg minden időben szeret az igaz barát. És akkor ez talán oda vezet, hogy nem szárad ki az öröm az emberek fiai közül. Kérném, hogy mai ige hirdetésünk alapigéjét keressük meg a negyedik Zsoltár gyanát. Hát egyébként szól Zsoltárok könyvének negyedik fejezete, amely Dávid Zsoltára. Mikor kiálltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istenem. Szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatlan az én dicsőségem? Meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr. Meghallja az Úr, ha hozzá kiálltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a diágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram. Nagyobb örömöt adsz így szívembe, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, s legattal alszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. Kedves gyülekezet, ugye Dávidnak egy nagyon szép, ihletes zsoltára ez, amikor ő maga is az életében megtapasztalta az, hogy nincs más menekvés, nincs más megoldás az életére, csak az, hogyha a Jóistenhez kiállt, és az ő könyörgését meghallgatja az Úr. És a Szentírás végig arra bátorít és biztat, hogy szüntelen imádkozzunk. Mert ugye ellenséges területen élünk, itt az ördög minden tüzes nyilával támadva van az életünk, és nincs más oltalunk, csak az, hogyha a Jóisten oldalára állunk, és kérjük az ő segítségét, és meg is tapasztaljuk. Ezért ígéret is van arra nézve, hogy mindaz pedig, aki segítségül hívja az Úrnak nevét, az megtartatik. És már nem csak egy hívő egyénnek, hanem egy hívő közösségnek is az a célja és rendeltetése, hogy kérje is, és adjon lehetőséget az Istennek arra, hogy az ő segítségét meg tudja mutatni az emberek fiain. Például korintusbelieknek is ezt írta az Pál apostol, hogy minden elhívott szenteknek, akik a mi Úrunk Jézus Krisztusnak nevét segítségül hívják bármely helyen, hogy azok meghallgattassanak, hogy tényleg az Isten neve meg tudjon dicsülni és meg tudjon szenteltetni. Nincs ennél jobb bizonysága az Isten hit mellett, amikor tényleg maga az Isten tud cselekedni emberekért. De ez nekünk megbizatást kell adnunk, nekünk ezt kérnünk kell, nekünk ezt igényelnünk kell tőle. És maga Jézus Krisztus, ami hitünk kezdője és bevégzője, maga is ilyen példát adott, amikor azt olvashatjuk róla, hogy ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltással és könyhulatással járult ahhoz, aki képes őt megszabadítani a halálból. Na most, hogyha ő maga ezt ennyire komolyan vette, és tényleg vérre menőig élt ezzel az Isten adta eszközzel, hogy az Istenhez kiáltson, akkor mi nálánál sokkal gyengébb embereknek mennyivel inkább szükségünk van erre. És méltán, mert ugye a Bibliának az egyik, a leghosszabb könyve Zsoltárok könyve, 150 imádság. Ami kiszolgálja a lelkünknek az ínségét, hogy tényleg az életnek annyi helyzete van, amikor okunk és lehetőségünk van arra, hogy az Isten segítségét kérjük. És bátorít minket, mert azt mondja, hogy ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. És ennél örömtelebb, beszédesebb hívő élet nincs, amikor erről tudunk beszámolni, hogy az Isten hogyan tudott megsegíteni ebben és ebben és ebben a helyzetben. De nyilván ugye tudjuk, hogy az ima meghallgatásnak feltétele van. Úgy maga a Zsoltár is nyilvánvalóvá teszi, amikor úgy szólítja meg az ő Istenét, hogy az én igazságomnak Istene.
Ugye ennél szebb és alázatosabb megszólítás az Istenre nézve nem is nagyon van másik. Amikor azt mondja, hogy egy ember, amikor már úgy érzi, hogy ő kezd igazzá válni, akkor ne bízza el magát, hanem azt, amit el tudott érni az életben, az mind az Isten kegyelméből van. És az én igazságomnak Istene az, aki adja nekem ezt. Ugye egy nagyon szép és bőséges bibliai tanítás képe tárul ezzel elénk, mert ugye tudjuk, hogy az igazságra jutásnak két döntő fázisa van. Ugye először tulajdoníthatik ez az igazság nekünk, és aztán később a keresztény hit lépcsőfű fokait, hogyha végigjárjuk, akkor részesedhetünk is ebben az igazságban. Péter apostol szól erről nagyon szépen, amikor azt mondja, hogy igen, nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg minket az Isten. És ez az ajándék az, hogyha bennünket tényleg látva az, hogy ami hibáink miatt az Istennek mit kellett tennünk értünk, és hogy ezért az ajándékért ő képes, vagy ezzel az ajándékkal együtt ő képes mindent minékünk adni. Csak azért, hogy jobb emberekké tudjunk válni. És ennek az egyik legszebb példája a tékozló fiúnak az esete, amikor láthatjuk, hogy semmilyen érdeme, vagy semmilyen önigazsága nem volt még ennek a tékozló fiúnak. Elment, kikérte az atyától a ráeső vagyont, eldorbézolta, moslékos fájúig jutott, és amikor magába szállt, akkor mondta, hogy elmegyek az én atyámhoz, és mondom neki, hogy atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. És rögtön, amikor ugye látván ezt az atya elébe ment, mondta a szolgáinak, hogy vágjátok le a hízott túlkot, vegyétek le róla a szennyes ruhát, húzzatok gyűrűt az ujjára, sarut a lábára. Ajándék. Mindez ajándék. Semmit nem tudott tenni. Egy szót nem tudott kimondani ezen fölül a tékozló fiú, ami a maga igazságát tudta volna egy kicsit úgy fényezni. És hogyha ez az ajándék ezt hat, hogyha ez tényleg érték a számunkra, hogyha becsüljük az adományozót, akkor kikerülvén a romlottságot ezek után isteni természet részeseivé válhatunk. És ez az, ami ugye a részesített igazságnak a fogalma. És hogy mennyire szükséges dolog ez, amikor egyre szűkülő életfeltételekkel, egyre kiszáradtabb örömforrásokkal kell, hogy találkozunk itt az életben, milyen óriási jelentősége van annak, hogy tényleg meghallgattassanak a mi imádságaink. Ma, amikor láthatjuk, hogy az, amit Máté evangélium a 24. fejezetében elmondott Jézus, mint az ő eljövetelének és a világ végének jelei közül, gyakorlatilag koncentrált formában már csak a földrengések hiányoznak. Azt hiszem, az összes többi feltétel, a járványok, a háborúk, az éhínségek is lassan most már kopogtatnak. Szóval ezek nagyon-nagyon környékeznek már bennünket, és mennyire szükség van arra a biztos támaszra az életünkben, hogy nekünk van egy könyörgést, egy kiáltást meghallgató Istenünk. És amikor egyre inkább szűkül minden, akkor azt mondja például a Szentírás, hogy illetve itt ez a Zsoltár, hogy tág térre állíts engem. És hogy mi ez a tág tér? Két igét szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, az egyik a római levélben van, amikor azt mondja Pál apostol, hogy én meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől. Tehát itt az apostol érzékelteti, hogy az Istennek szerelme, hogyha tényleg befogadásra kerül az életünkben, akkor ez egy olyan biztatás, egy olyan tág lehetőségeket nyújtó tér, ami sem halál, sem éhség, sem nyomorúság, semmi elkövetkezendő nem vehet rajtunk erőt. Ugyanezt a gondolatot fogalmazta még meg az apostol, amikor azt mondta, hogy a szerepedben meggyökerezvén és alapot vévén megérthessétek minden szentekkel egyben, hogy mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jó voltának. Tehát ez a tág tér, itt azt mondja az ige, az Isten jó volta. És kedves gyülekezet, nagyon fontos dolog az, hogy tényleg legyenek ilyen meghallgatott imádságaink, amikor meg tudjuk tapasztalni, hogy az Istennek jó volta van. És ezeket ki tudja ránk terjeszteni, mert bocsánat, ebből lehet élni. Ugye az igaz ember hitből él. És hogyha ez a hitünk tápláltatik az Istennek ilyen jó voltaival,
akkor tényleg felvértezetten állhatunk minden megpróbáltatás elé. Ezzel szemben itt a Zsoltárunk folytatván azt mondja, hogy mégis Dávid azzal szembesül, hogy emberek nem akarnak élni ezzel az ajándékkal. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Hogy hát ezek nem olyan vészes problémák, meg mindenem túl leszünk, meg majd mi megoldjuk emberi léptékekkel. Tehát sokszor azt mondja az egyes ember is, meg társadalmi szinten is látszik egyfajta függetlenedés, vagy egyfajta nem igénylése az Isten jóvoltának. De azt mondja itt Dávid a Zsoltárában, hogy ez engem gyaláz. És ez hiába valóság és hazugság. Ezen a ponton szeretném csak megemlíteni Budaferi bácsinak egy költeményét, amit 85. születésnapi alkalmával tavaly ősszel mondott el a könyvtárban Kecskeméten, hogy ő is hogyan látja itt az emberi dolgokat és emberi tevékenységeket. Ő csak frissen született vers volt, úgy hívta, úgy nevezte, hogy magzatmázas vers. Ki állt 6000 éve Ábel vére az égre? Ki ül a tornácra Káin? Elmereng ikonokáim. Hogy szóval tényleg, amikor el kellene, hogy meregjünk dolgokon, hogy emberek fiai, meddig lesz még gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, meddig kerestek hazugságot, meddig folyhat ez, ami itt történik itt a szomszédos országunkban, meg az a eszmei küzdelem, ami itt a kereszténység nevével gyakorlatilag lejáratja a kereszténységet. És erre mondja itt Dávid, hogy ám haragudjatok. Tehát jó dolog az, hogyha az embernek az erkölcsi mércéje helyen van, és meg tudja ítélni, mi a jó és mi a rossz. De hozzáteszi rögtön Dávid, de ne vétkezzetek. Hanem tényleg éljetek azzal a lehetőséggel, hogy hozzám kiállhattok, és az Úr, a mennyeknek Istene, ő az, aki harcolt érettetek, ő az, aki az igazságáért felel és szavatol, és aki uralkodik. Ugye a szombatiskolánknak ez volt a fékicsengése. Uralkodik az Úr. Ebben bíztak a három héber ifjak is. Hogy itt lehet elrendelni akármilyen dolgokat, lehet itt imádásra kényszeríteni embereket, de mi tudjuk, és hogy kinek hiszünk, és tudjuk, hogy uralkodik az Úr, a mi Istenünk. És hogyha ez sokszor felbőz, engem például, bocsánat, én sokszor nagyon türelmetlen és haragú ember vagyok, és szíven üdött ez a mondatai Dávidnak, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek, beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban is, csillapodjatok. És csillapodni csak úgy tud az ember, hogyha tényleg az Istenhez kiállt. Mert hisz abban, hogy lesz, aki itt majd helyre teszi a dolgokat. És inkább az embernek az a döntő tényez, vagy az a fő dolga, amit itt megfogalmaz az Efézusiak az írt levélben, ugyanezt a gondolatot folytatván az apostol, hogy a nap ne menjen le a ti haragotokon. Sem pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Aki oroz, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó. A gyerekek is, ugye pályaválasztás előtt lesztek majd, éljetek majd ezzel a tanácsával az apostolnak, hogy azt csináljátok, ami jó. Nem föltétlen kell csinálni rossz dolgokat. Hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos és szükséges az építésre, hogy áldásos legyen a hallgató. Mert ember haragja Isten igazságát, nem munkája, ugye tudjuk jól a Szentírásból. De hogyha tényleg az a feltétel is teljesül, ami a következő, a 6. versben mond el Dávid itt a 4. Zsoltárban, hogy igazságnak áldozatával áldozatok, és bízzatok az Úrban. Hogyha a mi Isten tiszteletünk az tényleg nem csak kegyességi látszat, hanem teljesül az, amit megjelentett nékünk az Isten, ugye Mikás próféta az, aki leírja, hogy mi az, amit kívánok tőled, ó ember? Csak azt. Csak három dolgot kíván tőlünk az Isten. Igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és alázatosan járj az Úrral a te Isteneddel. Mert a legnagyobb önbecsapás az, hogyha az ember ezek nélkül azt mondja, hogy ő Isten tisztelő ember,
És a legszigorúbb fedést kellett, hogy megfogalmazza Ámos korabeli időszakban is az Isten, amikor azt mondta, hogy vigyétek el innen ezeket az áldozatokat, nem gyönyörködöm az én a ti véres áldozataitokban, hanem inkább ebben, hogy igazságnak áldozatával áldozatok. És megint csak az, hogy ez nem emberi erőből tud megvalósulni, hanem az én igazságomnak Istene, az, aki megajándékoz ezzel az igazsággal, és aztán kiműveli az életünkben azt, hogy részesedhessünk is ebben. És hogyha ez megvalósul, akkor a hetedik vers szerint azt mondja itt, hogy Dávid, hogy kicsoda láttad velünk jót? Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram. Hogy az emberi élet minőségében ez a legszebb és legdöntőbb változás és a legbeszédesebb bizonyságtétel az Isten mellett, hogyha tényleg ez az igazságnak áldozatai a részünkről megvalósulnak, hogy az Isten tényleg cselekedhet az érdekünkben. És hogyha ha belegondoltak, akkor amikor például az első áldást mondás megtörtént, hogy ahogy így áldjátok meg az Izrael fiait, ott is az Isten ezt kérte, hogy világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját rád, és adjon békességet néked, hogy az Isten dicsősége láttassék meg a mi életünkön. Ez a legnagyobb jó is. Azt mondta itt az jó Isten, hogy így áldjátok meg az én népemet. És hogyha ez tényleg megvalósul, akkor nagyobb örömöt adsz így szívembe, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Nyilván, hogy az emberek sokféle örömforrást keresnek és találnak is maguknak. És ezzel kapcsolatban egy nagyon frappáns jézusi példázat számol be arról, hogy van olyan kincs, ami tényleg a Jóisten is tud értékelni, mert ugye ez egy példázatbeli ember azt mondta, hogy hát sok évre való tartalékaim vannak, lerontom csűreimet, és betakarítom az én gabonámat, és mondom az én lelkemnek, hogy sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve, tedd magad kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Sajnos az általános mentalitás még mindig ez, de azt mondja itt Dávid, hogyha a te dicsőséged megláthatik rajtam, azért, mert igazságnak áldozataival tudok áldozni, és ezért te meghallgathatsz engem, és a te igazságod az, amely engem helyre tesz és megigazít, akkor nagyobb örömet tudsz adni, mint az annak, akinek sok az ő búzája és bora. Mert ennek a példázatbeli embernek is azt csak egy szóval tette helyre Jézus, bolond. Bolond, mert még az éjjel elkérik a te lelkedet. Hanem inkább gyűjtsetek olyan kincseket, amely az Istenben való gazdagságot eredményezi. És hogyha ez tényleg megadatik, akkor a 9. vers szerint azt olvashatjuk, hogy békességben fekszem le és legott elalszom, mert te Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. Nemrégiben találkoztam egy fiatal lányjal, aki szörnyű depresszióba és hát mi önsajnálatba esett, és szóval ilyenkor az ember szíve elszorul, amikor valaki például hónapokig nem tud aludni. És van bibliai gyógyszer erre, mert azt mondja itt a Jóisten, hogyha tényleg a te világosságod az, ami engem körülvesz, ha megláthatik rajtam a te világosságod, akkor legott elalszom, mert te Uram egyedül adsz békességes lakozást. És bárcsak tényleg minden ember megízlelhetni az Isten tág terét, hogy az Isten jósága és szeretete, az tényleg minden az életben megtapasztalható dolgot fölül tud írni, és semmi sé tud tenni, hogyha az Isten nevét segítségül hívják. És csak egy végső bátorítást szeretnék mondani, hogy tényleg ilyen juhokra vár Jézus. Ugye a jó pásztor példázatában azt mondta, hogy akik ismerik az én szómat, és követnek engem, és a legcsodálatosabb ígéreteket tette ez hozzá Jézus. Én örök életet adok nekik, soha örökké el nem vesznek, senki ki nem ragadja őket az én kezemből, és az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből.
Tehát kedves gyülekezet, kell lenni a nagyobb biztosíték, hogyha tényleg teljesül az, amit itt Dávid megfogalmazott is, és az Isten meghallgathatja a kiáltásainkat, akkor a legnagyobb biztonságban és a legbátorságosabb lakozásban élhetjük ezen a barátságtalan földön az életünket. Adja meg ezt az Úr. Amen. Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy Te vagy a mi igazságunknak Istene, és az ajándék, amellyel minden embert részesítesz, és bárcsak ki tudnod fejlődni az életünkben ez, és mindenkor Téged dicsőítő, örömteli hívő életet tudnánk élni szeretetben. Köszönjük a sok-sok biztatást és bátorítást, hogy a bajok ellenére igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése, hogy ezáltal felhatalmazhatunk Téged arra, hogy közbeavatkozz az életünk javára. És köszönjük a végső biztatást is, hogy sem hatalmasságok, sem eljövendők, sem semmi nyomorúság nem képes hatástalanítani azt a tág teret, amelyre tudsz állítani bennünket, amely a Te jóságod, a Te szerelmed, amely által minden nehézségen túlendülhetünk a Te kegyelmedből. Légy irgalmas hozzánk, és adj nekünk áldott tapasztalatokat a Te segítséged hívás, a Te segítségű hívásaid által. Amen. Amen.